Reményi István igazgató úr itt a házigazdánk. Valamikor Halast nem csak a Csipke, hanem az olajvárosának is hívták. Hát most aztán ott vagyunk a dolog közepében. Valóban jelenleg a Malerti Kiskunhalasi bányászati üzemének a fűgyűjtő telepején tartózkodunk. Az 1980-as években terjedt el ez a kifejezés, a Kiskunhalas olajváros, és nem véletlenül, hiszen ebben az időszakban futott fel a Kiskunhalas és környékének az olajtermelése. Ebből a tényből adódóan Kiskunhalas város komolyan profitált a térségben folyó szén-hidrogén termelésből, ami azonban bizonyos fokig egy közvetett kapcsolatnak volt nevezhető. Az olajipar a város oktatási intézményeit, közműhálózatát komolyan fejlesztette, a művelődés intézményeiben szintén támogatta, lakásokat épített, Kiskunhalason munkásszálló épült, ez jelenleg szállodaként üzemel. És most hogy segíti a vállalat, a részvénytársaság a művészetet Kiskunhalason? Ebben az évben ez a támogatási forma egy direkt formává alakult át. Az önkormányzatnak joga és lehetősége helyi adóknak a kivetése, és ezt meg is tette esetünkben. Így ebben az évben várhatóan mintegy 4,5 millió forintot szán a vállalatunk a Kiskunhalas város támogatására. Ennek a felhasználását természetesen az önkormányzat dönti el, hogy milyen formában is történik.